Kolozsvár önkormányzata útjára indította a 2020-as kulturális projektek és szociális tevékenységek megvalósítását támogató pályázati kiírását. Az érdeklődőknek pályázati felkészítőt tartott az RMDS Kolozsvári szervezete. Számos érdeklődő vett részt azon a pályázati útmutatón, amelyen ismertették az idei kolozsvári kulturális rendezvényeket és szociális tevékenységeket támogató pályázat kiírását. A felkészítő célja elsősorban, hogy a résztvevőknek beszéljenek a dokumentáció összeállításakor felmerülő nehézségekről, és felhívják a figyelmet az esetleges buktatókra, hogy majd a tényleges pályázatkor jól előkészített iratcsomókkal jelentkezzenek. Olai Mese alpolgármester elmondta, az önkormányzat az elmúlt években is számos rendezvényt támogatott, koncerteket, konferenciákat, fesztiválok megszervezését finanszírozták, de ezek mellett könyvszerkesztésre vagy bemutatókra is lehet pályázni. Egyrészt a kulturális pályázatok bemutatása ugyanakkor az egyházaknak juttatott finanszírozási lehetőségek szempontjából is sikeres rendezvénysorozatról számolhatunk be. Egyértelműen mindannyiunknak az a célja, hogy egyre több rendezvény legyen, és természetesen magyar rendezvény. Hozzátette, Kolozsvár önkormányzata 12 millió lejt különített el kulturális rendezvények finanszírozására és 600 ezer lejt a szociális tevékenységek támogatására. Fontos, hogy minél több jó pályázat érkezzen az önkormányzathoz, hogy minőségi, színvonalas, akár interdisziplináris rendezvények jöjjenek létre Kolozsváron.